A Halmos László Ének Együttes tisztelettel köszönti a Barátikar a Művészetért Alapítvány vezetőségét és minden tagját. Az előző évi díjazottak gratuláltak elsőként a 2014-es kultúradíjas csapatnak. Nagymúltra tekint vissza a Baráti Kör a Művészetért Alapítvány. Kezdetben kisebb csoportok alkották a kört, amelyet 97-ben amatőr művészek baráti köreként gyűjtöttek össze. Utána 2005-ben alapítvány lettünk, olyan céllal, hogy itt létrehozunk egy színházat, amit úgy gondolom, hogy 2008-ra sikerült is megvalósítanunk. Sok előadásunkkal, Istenpénze, kölyök, valahol Európában, és még sorolhatnám, legközelebb ugye a Dzsungelkönyvbe várható, de tervezik még a Hippolyta lakályt is bemutatni. Elsődleges célunk az, hogy a fiatalságnak mi is továbbadjuk azt, amit mi kaptunk a idézőjelben mondva a nagy öregektől, ezt a szellemet próbáljuk továbbvinni mi is. Ezt tartják a legfontosabb feladatuknak, a nevelést. Az alapítványban azonban nincs korhatár, kicsiktől egészen a nyugdíjasokig bárki részese lehet munkájuknak. Mindennapokból igyekszik kiszakadni az ember, és egy másik környezetbe, egy másik dimenzióba kerül, és így talán egy kicsit könnyebb is feldolgozni azokat a mindennapos stresszeket, ami az életből adódik. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a tanítás és a barátság. A Magyar Kultúra napján a Moson-Magyaróvár város kultúrájáért díj mellett más elismeréseket is kiosztottak. Polgármesteri elismerő oklevelet vehetett át munkásságáért Tirbus Ildikó, a zeneiskola tanára. Emlékérmet pedig Mrekva Tibor, a Gazdászok koreográfusa, és Csapó Frigyesné, a Fleskároly Kulturális Központ kézműves műhelyének vezetője. Ezt követően az Óvári Gazdász Néptánc Együttes tisztelgett műsorával a díjazottak előtt. A táncosok mellett egy olyan ember is színpadra lépett, aki mára elismert énekesként tevékenykedik. Pályafutása éppen a Fehérló Közösségi Ház színpadán kezdődött, sikereihez pedig az alapítvány segítette hozzá. Annó 2002-ben vagy 2004-ben a Tamásék fiatalokat toboroztak ugye a Légy jó, mint halálig előadáshoz, és a nagymamám kivágott egy kis újságcikket, ahol ugye ez meg volt hirdetve, és eljöttem a meghallgatásra, és sikerült ugye bekerülnöm ebbe a csoportba, és igazából onnantól kezdve indult el az életem velük. A Baráti Kör a Művészetért Alapítvány nem áll meg a csúcson, még rengeteg ötlettel és tervel állnak neki a következő időszaknak. Idén várhatóan a Dzsungelkönyvét állítják színpadra.